A Pécsi Tudományegyetem március 14-én tartotta a március 15-i megemlékezéssel egybekötött díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését a Halasi Nagy József aulában. Professzor dr. Miseta Attila ünnepi beszédében emlékeztetett az 1848-as forradalom és szabadságharc történelmi eseményeire, hőseire. A rektor még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet. Nagyon gyakran ilyenkor accelerálódik a fejlődés. Nem csupán a társadalmi változások, hanem egyfajta irodalmi, de néha akár a technikai tudományok területére is kiterjedő forradalom indul meg, és persze az is mindjárt számára jól ismert, hogy az egyetemi ifjúság, az egyetemek oktatói minden esetben, amikor ez már egyáltalán történelmi okok miatt lehetséges volt, nagyon fontos, kiemelkedő szerepet játszottak. Most jóval szerencsésebb helyzetben vagyunk, bár nehézségek, problémák most is adódnak, tette hozzá a rektor. Hogyha visszatekintünk a egyetem fennállásának 100 éves kontinuális történetére, mindig voltak kihívások. Voltak társadalmi kihívások, voltak változások, voltak külső kihívások, voltak olyan kihívások, amire nem tehetünk, lásd Covid, és a gazdasági kihívások is nagyon gyakoriak. Ugyanakkor meg kell mondjam azt, hogy a egyetem sok tekintetben most 100 éves történetének egyik legjobb helyzetében van. Anyagilag biztosan az szintén biztos, hogy mi magyarok egy rendkívül kritikus nép vagyunk, és nem feltétlenül keressük a konstruktív megoldásokat, de mindezzel együtt azok a változások, amik az elmúlt évtizedben bekövetkeztek az egyetemen, egyfajta infrastruktúrális és technikai megújulás mellett az oktatás finanszírozásának a javulását is eredményezték. A kihívás most az, hogy ezekkel a lehetőségekkel legjobban tudjunk élni, hangsúlyozta a professzor. A legjobban élni akkor tudunk, hogyha ti segítetek. Az oktatók, a kutatók, bár én nem szívesen választom ezt a két kategóriát külön, hiszen egy egyetemen az oktatás és a kutatás az kéz a kézben kell, hogy járjon. Ugyanakkor nem is szeretem uniformizálni, hiszen vannak olyan kollégák és kollégák, akik kiemelkedően tehetségesek az egyikben, de nem annyira a másikban. Az a fontos, hogy intézményi, intézeti, szakképzési szinten ezek a kompetenciák kiegészítsék egymást. Az ünnepi eseményen kitüntetéseket és címeket adtak át doktor, habilitált doktor és díszdoktor kategóriában.